A korábban 13 alkalommal megrendezett Hunyadi Kupa utódaként immár 9. alkalommal rendezik meg Móricz Kupa néven Nyíregyházán a 7. és 8. lányok számára kiírt röplabda tornát. A mezőny ezúttal is nemzetközi lesz, hiszen a legjobb hazai együttesek mellett Romániából, Csehországból és Lengyelországból is érkeznek majd csapatok. A házigazda eddig 17 alkalommal nyerte meg a tornát, és a tavalyi második hely után ezúttal ismét szeretné itthon tartani a győztesnek járó jelleget Moravszky Gyuláné tanítványai. Mindenképpen dobogóra várom a csapatunkat. Azt gondolom, hogy érik a 18., de hát ezt így nem szabad, vagyis nem jó kijelenteni, mert babonás is vagyok, de az az igazság, hogy a lányokkal együtt mindent megtettünk azért, hogy minél eredményesebben tudjunk szerepelni a hétvégén. Nagyon rangos, színvonalas mérkőzéseket fogunk játszani. Azt gondolom, hogy a korosztályos válogatott gyerekek is hozzá fognak ehhez tenni, és már az előző tornákon is bizonyították a csapatok, hogy milyen színvonalas mérkőzéseket tudnak játszani, és azt gondolom, hogy ez így lesz most a hétvégén is. A rendező város polgármestere kettős szerepben házigazdaként, valamint a Magyar Röplabda Szövetség elnökeként lehet jelen a sportág egyik legrégebbi és legrangosabb utánpótlás tornáján. Ennek mindkét szempontból nagyon tudok örülni, hiszen a röplabdánál ez egy nagyon fontos népszerűsítő és nemzetközi színvonalat is felmérő sportesemény, ahol a legszínvonalasabb csapatok vesznek részt. Fontos az, hogy a női válogatott ez évi sikerei után az utánpótlásba is tovább vigyük ezt a hullámot. A Röplabda Szövetségnek ez célja is, hogy legalább 10%-kal növelni a játékosok számát. Ez az idén sikerült, remélem a jövő évek, következő években is így lesz. A 12 csapatot 4 csoportba osztották a szervezők. A mérkőzések szombat reggel 9-kor kezdődnek majd a Móricz és a Kertvárosi Iskola tornacsarnokában. A döntőt a tervek szerint vasárnap délután 2 órától játsszák majd a Móriczban az érintett csapatok.